mindenféleképpen a felújítottabb jellegű ingatlanokat keresik, szigetelt társasházban lehetőleg műanyagi lezárósakat, ezekre van per pillanat a legnagyobb kereslet a piacon. Még mindig inkább a használt lakás piaca pörög olyannyira, hogy ezek négyzetméter ára az év elejétől néhol átlagosan 6%-kal is növekedtek. Nyíregyházán igazából egy 60-70 négyzetméteres lakás, vagy akár a keresettebb 50 négyzetméter körüli távfős lakások esetében is évelejéhez képest egy 500 ezer forint körüli áremelkedés már biztos, hogy kimondható. A jobb lakásoknál ez akár 6-800 ezer forintot is jelenthet, és ugye ez, ha azt számoljuk, 5-8% körüli áremelkedést jelent piaci viszonylatban. Az árakat leginkább a kereslet fogja befolyásolni, a használt lakások ára a jelenleginél már nemigen emelkedhet tovább, vagy ha igen, akkor csak egy lassúbb ütemű növekedést jósolnak a szakértők. Az új építésű társasházi ingatlanokra sokan lennének vevők, de az új építkezések lassan indulnak el. A csokot is leginkább a használt lakásokra veszik igénybe. Ez valóban így van, főleg a használt lakásoknál tudják igénybe venni a csokot, mivel ott sokkal bővebb a piac, mint a új lakásvásárlásnál, vagy esetleg építésnél. Az olcsóbb építési telkek iránt is a szokásosnál nagyobb volt az érdeklődés az elmúlt hónapokban. A 10 plusz 10 milliós konstrukciót inkább a három gyermekes családok kérték új lakásépítésére. A lakásárak vidéken alacsonyabbak, a megyeszékhely agglomerációjában is, ezért a kisebb településeken már önerő nélkül is lehet lakáshitelhez jutni. Főleg vidéki településeken jellemző, hogy alacsonyabb értékű ingatlanok is vannak forgalomban. Gondolok itt a másféltől felfelé kezdődő értékűekre, és itt egy olyan házaspár, ahol már meglévő gyerekek vannak, vagy akár élettársak is, és legalább az egyikük dolgozik, és rendelkezik a mindenkori minimálbérrel, már szinte önerő nélkül hozzájuthatnak ezekhez a házakhoz. A szakértők szerint az ingatlanpiaci folyamatokat a kereslet kínálat határozza meg a jövőben is, ezért vannak nagy területi különbségek a lakásárakban és a bankok által kihelyezett hitelállományban is.